Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat ma estére. Engem Martos Gábornak hívnak, és az Élő Múzeum Café beszélgetéseknek vagyok a szerkesztője. Nyilván sokan tudják, hogy ezek a beszélgetések ehhez a laphoz, a Múzeum Café című laphoz kapcsolódnak. A lapról annyit szoktam elmondani ilyenkor egy mondatot, hogy 2007 óta jelenik meg két havonta, mint a Magyar Muzeológia egyetlen országos terjesztésű nyomtatott kiadványa, a Fóruma, a Magyar Muzeológia szaklapja. És 2010-ben indítottuk el azt a, ahogy szoktam én mondani, másik megjelenési formáját ennek a lapnak, az élő beszélgetés, élő Múzeum Café beszélgetés sorozatot, amikor is közönség előtt olyan valamilyen múzeumi témáról beszélgetünk, amiről azt gondoljuk, hogy az önök érdeklődésére is figyelmet tarthat. Tavaly decemberben ez a kétféle kiadvány, ha úgy tetszik, ketté vált. Én a nyomtatott lap főszerkesztéséről leköszöntem, elmentem nyugdíjba, és nyugdíjasként a továbbiakban fogom az Élő Múzeum Café beszélgetéseket is szerkeszteni, szervezni, vezetni. Akik már voltak itt az ilyen beszélgetéseinken, azok tudják, hogy amikor a Magyar Nemzeti Galériának ezek az úgynevezett csütörtök esti Múzeum Plus rendezvényei vannak, akkor annak mi mindig egy programpontja vagyunk, amit mi nagyon köszönünk, hogy ilyenkor itt lehetünk. És igyekszünk valamilyen olyan témát választani, ami valamilyen módon kapcsolódik a galériához. Nyilván sokan tudják, akit érdekel a téma, az nyilván elsősorban tudja, hogy a Magyar Nemzeti Galéria plakát gyűjteményéből most már a második, sőt, hát ez a sokadik, de most egy közvetlen gyorsan egymás után ez a második kiállítás, ami a hirdetőoszlop humoristái, Kárdor László, Kasovic Félix és Macskási Gyula reklámgrafikái című kiállítás, ami február 28-áig látható. Ugyanezen az emeleten pontosan a kupolateremmel szimmetrikusan a másik oldalon hozzánk, majd a beszélgetés végén is ezt el fogom mondani. És azt gondoltuk, hogy erről a kiállításról beszélgettünk itt, és ehhez kértük fel mai beszélgető társainkat. Elsősorban Bakos Katalin művészettörténészt, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusát, aki ennek a kiállításnak a kurátora, Tóth József Füles fotóművészt és plakáttervezőt, és Valuk Tibor történészt, aki a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos tanácsadója, ez sikerült, és emellett az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának is a tanára. És én azért mondtam, hogy ez tulajdonképpen egy folytatása egy megkezdett beszélgetésünknek, mert október 4-én mi tartottunk itt egy élő múzeumkafét, amikor még az ezt megelőző kiállítás volt ugyanebben a grafikai kabinetben, amelyik Gunda Antal grafikus művész plakát hagyatékából tartott egy bemutatót. Ezek szerint ez egy sorozat, Katalin, hát voltak már korábban is itt plakátkiállítások, de úgy látszik, hogy ez a kettő most így gyorsan egymás után. Az ugye egy életművet mutatott be, itt most három életműből egyfajta téma alapján. Mi volt itt a koncepció, ami alapján ezt a három embert válogatta össze? Ez is ugyanúgy kicsit munkabeszámoló, mint a Gunda Antal kiállítás volt, amelyik ugye a múzeumi gyarapítást szemlélteti. Tehát Gunda Antal örökösétől kaptunk egy nagy ajándékot, ugye sok-sok tárgyal, abból állítottunk ki egy válogatást. Ennek a három művésznek az örökösei is úgy gondolták, hogy múzeumban van a helye elődjüktől fennmaradt tárgyaknak, plakátoknak, reklámterveknek, dokumentumoknak, fotóknak, és minden olyasminek, ami egy hagyatékban helye van. És nagyon jó, hogy múzeumba kerül, mert egyébként ugye talán elveszne, mert efemer dolgok, apró dolgok, nem nagy értékű dolgok kereskedelmi értelemben. Úgyhogy nagyon örülünk bármilyen felajánlásnak természetesen. És az hozta össze ezt a három művészt, hát nem csak maga az, hogy az elmúlt 10 évben kerültek be ezek az anyagok, egy eléggé következetes gyűjteményezési koncepció szerint, hanem ráadásul még ugye ugyanazt a humoros reklám típust képviselik az alkotásaik, persze egyéni hangvétellel, külön-külön művészi pályával, tehát nem teljes azonosságról van szó, de mégis egyfajta típus hangvétel közös bennük. De másrészt ismerték is egymást mind a hárman, részben baráti kapcsolatok, családi baráti kapcsolatok szövődtek köztük, sőt,
közös munkáik is vannak. Tehát Kasovic Félix Macskási Gyulával reklámrajzfilmeket tervezett, de vannak közös vicces plakátjaik is. Tehát annyira szép kerek egészé állt össze valahogy ez a utóbbi 10 évben bekerült anyag, hogy önként adódott, hogy akkor ebből legyen egy kiállítás, ami ugye nem csak didaktikusan szemlélteti a múzeum gyarapítását, hanem összeáll a plakát történetnek egy izgalmas fejezetévé, ami önállóan, ugye mint egy művészettörténeti anyag is összeáll. Majd erről majd mind a két dologról, tehát a bekerülésről is, meg erről a humoros összefoglaló, tehát ami összefogja őket, ez az ironikus hangnem, erről fogunk beszélni. Tibor történészként került ide most ebbe a beszélgetésbe, de ő történészként valahogy, ahogy nem is tudom, azt hiszem a honlapodon van, hogy a mindennapok élet történetét kutatod. Hát a plakátnál mindennapibb, ami kint van az utcán, és mindenki látja, nincs. De mennyire foglalkozik a történelem tudomány mondjuk a plakáttal, vagy a reklámmal? Igen, valóban kicsit féltem is a hosszú bemutatásnál, mert hogy ilyen politikatudomány is, hogy valaki nehogy azt gondolja, hogy itt mostan politikáról lesz, szó sincs politikáról, persze valamilyen értelemben nyilván lesz, mert a mindennapokat is befolyásolja. Ezek a plakátok például abban a szempontból is érdekesek, és mindjárt visszatérek a kérdéshez, hogy azt mutatják be, hogy a politikai változások ide vagy oda, de van a plakát valami, él. A plakát éli a maga életét, és az a dolga, hogy valamilyen információt közöljön, és ezt különböző nagyon akkori kor vizualitásának megfelelően, amennyire én ezt meg tudom ítélni, hiszen nem vagyok a vizuális kultúrának ilyen értelmű szakértője, de nagyon magával ragadóan teszik meg. Na most, amit még egy gondolat ehhez, az, hogy hát átívelnek. Tehát azért az a tungszra mégő, az a 30-as években is tungszra mégő volt, és a vállalatot úgy hívták, ugyanúgy az 50-es években is, és sok minden más ilyen értelme. Tehát emberek jönnek, mennek, kormányok, miniszterelnökök jönnek, mennek, a grafikus marad, a plakát marad, és még az ínséges időkben is el lehet adni valamit. És persze az emberek ezzel találkoztak, tehát éppen azon gondolkoztam, amik Katalin beszélt, hogy az 50-es éveknek az eleje, amit ugye szokás egyfajta vaskorként emlegetni, hiszen ez a kommunista diktatúrának a legkeményebb időszaka volt. Ha valaki egy ilyen grafikával, akár egy villamoson levő pici plakáttal találkozott, és egy kicsi mosolyt tudott az arcára csalni, már szerintem megérte művésznek lenni, és létrehozni azt az alkotást. Ez is érdekes, szerintem erről is fogunk majd még beszélni. József, te eredetileg fotoművész vagy, de furcsa neked Józsefet mondani. Igen, te azt szoktad mondani, hogy fényképész, jó, én azt mondom, hogy fotoművész vagy. De mégis egy időben nagyon sok plakátot csináltál. Ez hogy jött a te életedbe, hogy te akartál plakátot csinálni, vagy azt mondták, hogy drága jó füles, csinálj nekünk plakátot? Ez úgy jött, hogy én az MT fotóban, hát elsősorban el kell mondjam, hogy nagyon igazságtalan a világítás, mert helyes nők ülnek, és egy ilyen csúnya palit világítanak meg, úgyhogy... De a helyes nők miattad jöttek. Fordítva fogjuk csinálni, ugye, mert ez így nagyon nem jó. Na, szóval megpróbálom röviden összefoglalni, hogy én 1960-ban kezdtem a pályámat az MT fotónál, és ott fantasztikus fényképészek voltak, mert ezt a szakmát azért percek alatt nem lehet megtanulni. Én azt hittem, mert egy ifjú titán, ugye, az mindig azt hiszi magáról, hogy most ő meg fogja váltani a világot. És ugyan fényképezni nem tudtam, de én 5 évi karikatúrákat rajzoltam különböző újságokban, nem olyan szinten, mint a Kasovics, vagy Tonz, stb., Várnai és egyebek, hanem viszont az ötleteim azok úgy látszik elmentek, és ezeket az ötleteket mentettem én át a reklámfényképezésbe, és így születtek meg azután az én körülbelül 350-400 plakátom. Én általában a humor, az irónia, stb. Dominál, tehát ámulattal néztem egyébként éppen Katalin felhívására itt a kiállításon, hogy egy valamikor a 50-60-as években Camolin Press prospektusban már fotók is vannak, mert azért tudjuk, és hogyha megnézik ezt a nagyon érdekes kiállítást, akkor fogják látni, hogy gyakorlatilag a grafikáról szól, egyetlen prospektus kivételével, ahol fotók is vannak. Tudnék a fotót, és ezt el kell mondjam, mert ez egy érdekes dolog, hogy a grafika uralta
egészen 1975-ig körülbelül a plakát művészetet, vagy a plakát készítést, és a fotósokat baromi nehezen akarták megengedni, csak aztán történt valami, hogy néhány grafikus is elkezdett fotografálni, és abban a pillanatban áttört a fal. Tehát körülbelül összefoglalva így kerültem én ebbe a is beszélgetésbe. Későbbben szívesen állok rendelkezésre, ha valamihez hozzá tudok szólni. Viszont azért, hogy a kárpotoljam a hölgyeket ezért a látványért, röviden elmondanám az 60-as évek legnagyobb sztoriát, ami a plakátokat illeti. Egy nagyon híres kollégám nevét nem akarom mondani, már nem él. Megbízták, hogy Törökországba exportáltunk tornacipőket. A kép a következőképpen nézett ki. A parlament, fölötte repül egy tornacipő. Ez volt a kép. Hát propagandisták, ahogy hívták annak idején a marketingeseket, hát teljesen rosszul lettek, azt mondták, ez nem, nincs idő, ki kell küldeni. Parlament, tornacipő. Óriási volt a siker, mert azt mondták Törökországban, ahol ilyen szép gyárban készül a tornacipő, az csak nagyon jó lehet. Jó, ezt köszönjük szépen, és szerintem még Fülestől fogunk ma sok történetet hallani. Bocsáss meg, nem udvariatlanság, de időnként majd, ha nagyon sokat beszélsz, akkor közbe fogok szólni, jó? Köszönöm. Jó, Katalin, ugye ez a kiállítás, ez a plakát és a társadalom viszonyát is érinti, vagy sőt, hát elég erősen taglalja. Tekintettel arra, ugye, hogy a 30-as évekből vannak az első plakátok, és aztán a 60-as, 50-es évek vége, a 60-as évekből ugye a második fele, ugyanennek a három művésznek. Tehát ahogy ugye Tibor mondta, ők átélték a kormányokat, rendszerváltásokat, mindent. De hogyan látszik az a változás? Tehát, hogy látszik-e a társadalmi változás a plakátokon? Erre vagyok kíváncsi, először magától, és aztán majd Tibortól is. Vagy miben látszik az? Ugye itt az az érdekes, hogy a plakát az ugye valamit el akar adni. A 30-as években rendes, klasszikus, kapitalista piac volt. Tehát érdemes volt azt mondani, hogy ezt a tornacipőt vedd, és ne a másikat. A 60-as években egyféle tornacipő volt, azt hirdették, cipőt a cipőboltból, de közben a plakát mégis, ahogy Tibor is mondta, tovább élt. De mi látszik ebből a változásból? Tehát miután a művészek ugye folyamatosan alkottak, nem annyi, és megtarthatták az saját eredeti stílusukat, ugye, ahogy a képeken látjuk, tehát alig tapasztalható törés a kiállított tárgyak stílusában, előadásmódjában. Ugye ami változik, az a szlogen, tehát hogy mit hirdet a plakát. Uh-huh. Tehát a két világháború között ugye elsősorban márkákat, nagy cégek márkáit, mint a Tungsram, vagy kicsi boltoknak a szemüvegét, vagy fűzőjét, vagy kalapos üzletnek a kis reklámja látható a kiállításba. Tehát a 30-as évek, vagy levélpapírok, üzleti levelek, grafikailag megformált ilyen jellegű nyomtatványok is vannak a prospektusok és egyebek a kiállításban. Ugye mindezekből kirajzolódik a 30-as évek gazdasági élete, és az a hatalmas verseny, ugye, ami kicsi vagy nagy vállalatok között zajlott. Most ugye a szocialista korszakban, ugye főleg az államosítás után, mondjuk nem kifejezetten a terméket vagy márkát hirdetett a plakát, hanem magát az állami vállalatot, az áruházat. De az az érdekes, hogyha nem feltétlenül csak ebben a kiállításban gondolkodunk, hanem végig gondoljuk, hogy mondjuk 1950-től kezdve, tehát ugye az államosítás lezárásától kezdve milyen jellegű plakátok, kereskedelmi plakátok jelentek meg az utcán, akkor azt tapasztaljuk, hogy például kozmetikumok, vagy háztartási tisztítószerek, vagy bizsúk, tehát, vagy állami biztosítónak a plakátjai, vagy a Totó plakátok, amik azért kereskedelmi plakát kategóriába tartoznak, ezek folyamatosan jelen vannak. Tehát nagyon érdekes ebbe belegondolni, hogy miközben dübörögtek az utcán ugye a szociális stílusban elkészült politikai plakátok, vagy a politikáival avanzsált egyéb sportplakátok, vagy a hétköznapi életre vonatkozó, azt teljes mértékben ugye befolyásolni, indoklinálni akaró plakátok. Azon közben ott vannak, ahogy Tibor is mondta, úgy elszórva villamos plakátként, adott esetben kisebb méretben, a kereskedelmi plakátok is.
Na most ugye akaratlanul is csalunk egy kicsit, a múzeumban ugye mindig a legjobb kerül be, a kiállításban egy válogatás, tehát ez a kiállítás ugye nem adja vissza a teljes mértékben az 50-es, 60-as éveket, ugyanúgy, ahogy a 30-as éveket sem, hanem egyik arcát mutatja meg ezeknek a korszakoknak. Hát a szlogenekről később majd még beszélünk, most nem akarok hosszasan beszélni. Tibor, akkor viszont téged kérdezlek ugyanerről, hogy a történész oldaláról ezek mit hordoznak ezek a plakátok? Hát azon túl, hogy nagyon érdekesek és nagyon jók, még az előző kérdésedre visszautalva. Uh-huh. Tehát a társadalmi valóság az tükröződik. Ha a közönség majd a beszélgetés után sikerül nem elvennünk a kedvét, és átmegy és megnézi a kiállítást, hogy akik nem látták, akkor a társadalmi valóságnak bizonyos tényei átjönnek. Az egyik vitrínben például van egy kalaposnak a hirdető levele, ahol a név alapján pontosan lehet tudni, hogy az egy magyar zsidó honfitársunknak a boltja volt, vagy nagy valószínűséggel föl lehet tételezni, és 41-es. Tehát 41-ben ez még működött, holott már a zsidó törvények hatályba léptek részben, amíg nem is értünk el a teljes kirekesztésig. De hát amit a Katalin is említett, ahhoz is lehetne csatlakozni, hogy változik a gazdaságnak a rendje, és ez is átjön, mert az a fajta marketing, ami egy piacgazdasági rendszerben 48-49-ig Magyarországon működött és fontos volt, az megváltozott a funkció. Nem volt reklám, tehát az 50-es, 53-54-ben olyan típusú reklámszlogenek voltak, hogy csehszlovák textilhetek az állami áruházakban. Hát ettől roppan nagy izgalomba jöttek az emberek, és rohantak csehszlovák gyártmányú textilpelenkát venni a gyerekeknek, a csecsemőknek, de hát ezért a Jobbik fajta plakát azért ez mutatott valamit. Tehát, hogy ezek így átjönnek, ezek a fajta váltások is azzal együtt, hogy az előbbi állításom ennek ellentmondani látszik. Tehát a társadalmi viszonyok, a hangulatok is bejönnek, és nagyon fontos vizuális információk. Meg hát olyan háttérinformációk, ami ugye egy plakátról nem ríl első sorban, de ugye itt a Chemolympex-nek a katalógus könyvéről volt szó az előbb. Nagyon fontos tudni, hogy az egy szabadabb szféra volt például a magyar gazdaságban, ezek a külkereskedelmi vállalatok voltak, ahol ugye az volt a feladat, hogy el kell adni a magyar termékeket külföldre, mert ugye kemény valutát kell behozni, mert kevés van az országban, és ott nem nagyon jutott eszükbe mondjuk vörös csillaggal és arról kalapáccsal ékesíteni a termékeket, mert az nem tette vonzóvá, hanem a termék valós természetét próbálták meg a vállalatot népszerűsíteni, és már megjelennek ott is azok a márkák ebbe, azt hiszem éppen azon az oldalon, ami látható a kétásban, hogy egy Kaola termék van, a Kaola azóta és többé-kevésbé virulens terméke a magyar kozmetikai iparnak, de ez egy szűk keresztmetszetű dolog volt, és van még egy aspektus ennek, amit kevésbé jelenik meg ezekben ennek a három művésznek a válogatott műveiben, hogy ezeknek a plakátoknak, amik ebben a korszakban vannak, a háború utáni időszakban, különösen 50-es, 60-as években, volt pedagógiai funkciója. Tehát a villamos plakátokon közlekedési szabályokat népszerűsítettek. Zsebkendőbetű szőeny. Vagy például a higiéniai szabályokat, ugye mosdunk, fürdünk, fogatmosunk, látod milyen tiszták vagyunk, körülbelül ilyen szlogenek voltak a 60-as években. Ugye arról szólt, hogy megváltozott, lassan kezdett megváltozni a higiéniához, a személyi higiéniához való viszony. Tehát a heti egyszeri fürdésből, ahogy nőtt a fürdőszobák szám mondjuk a 60-as évektől, ugye a heti többszöri fürdés is lehetővé vált, mert egyébként ez egy kicsit macerás volt. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, ugye, tehát itt, ez egy szép példája annak, ami ugye, Tibornál az elején mondtam, hogy a mindennapok, a hétköznapok történelme, ez egy szép példája ennek. József, amikor te elkezdted az első plakátjaidat a fotóid alapján csinálni, akkor te tanultál ezektől a régi nagyöregektől a plakát, hogy mi a plakát, vagy te csak mentél a magad fejed után? Amikor én elkezdtem plakátot csinálni, akkor a fényképészek még nem csináltak plakátokat. Tehát, ahogy én elmondtam, abszolút grafikai fölény volt. Uh-huh. Tehát lényegében, most nem azt mondom, hogy az első fotós plakátok tőlem származnak, de gyakorlatilag mondjuk a 72-ben csináltam a Tehintúró plakátot, attól kezdve
azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen mennyiségben, nem csak tőlem, másoktól is jöttek fotós plakátok, tehát a fotó teret nyert. Én megmondom, hogy miért. Ez egyrészt azért, mert a fotó mindig naturálisabban adja vissza a terméket, mint a grafika. Tehát gyakorlatilag a fotónak jobban hisz a nép. Tehát valami gyönyörűen le lehet, azért persze gyönyörűen le is lehet fényképezni, de a fotónak az ereje, én, ez egy magánvélemény, szerintem sokkal erősebb, mintha valamit lerajzolna. Tehát én ennek tulajdonítom, hogy a fotó is áttört, és elkezdődött egy fotós plakát korszak tulajdonképpen. De én nem is, arra, nem is a fotóra vagyok inkább kíváncsi, hanem hogy abból tanultál-e valamit, hogy te ugye az MTI-nél dolgoztál. Igen. Az egy teljesen más típus, ott hírfényképezés igen, van. Igen. A plakát az máshogy kell szóljon, máshogy kell kinézzen. Ezt tudtad a régiek plakátjaiból megtanulni? Vagy le lehetett lesni bizonyos... A régieknek nem voltak plakátjaik, régen nagy mesterek voltak. Azért mondok néhány nevet, Vadas Ernő, Ziklai Dezső, Járai Rudolf és a többi, tehát ők hihetetlen módon tudtak fotografálni. Vagy például Langer Klára ugyan már akkor azt hiszem nem élt, amikor én a szakmába kerültem, amikor ezek a nagymesterek éltek, de éppen Katalin mutatta ezt a prospektust, amiről itt szó van, amiben már fotók vannak, a Káldor grafikázott, és a Langer Klára, aki egy kiváló, inkább szociográfikus fotós volt a Langer Klára, nem annyira reklámfotós, csak azt is tudni kell, hogy a reklámfotót mindig úgy tekintették, mint egy megélhetési foglalkozás. Tehát a reklámfotó az sose számított művészetnek, szerintem nem is az, de lehet magas szinten űzni, gondolom én. Tehát itt a fotósoktól, ezektől a nagy nevektől a fényképezés lehetett megtanulni. Szemléletet nem lehetett adni, mert hogy már az előbb említettem, ezek az emberek 1970 körül 50-60 évesek voltak. Tehát egy régi klasszikus korból jöttek vissza, és el szeretnék hozzáfűzni, hogy én hogy látom itt ezt a három kiváló grafikust. Ők nem tudtak már változtatni a saját stílusokon, de a saját stílusuk is megfelelt a kornak. Tehát, hogyha megnézzük, és valójában nagyon jó, mert vannak 30-as évekből is, vagy későbből is grafikák, ők nem változtattak ezen semmit, hanem egyszerűen nyilván, ahogy ezt mondtad, itt mondani valójában sugaltak számukra olyan mondani valókat, amiket a saját művészetüket, grafikai tudásukat felhasználták, és gyakorlatilag adaptálták erre a bizonyos szocializmus építésére, vagy az ehhez fűződő gondolatokhoz. Tehát egy mondat összefoglalva, én fényképészetet tanultam elsősorban, és viszont a régi plakátokhoz sokkal nagyobb hatással voltak rajtam, amiket a századfordulótól készítettek. Tudnék, a magyar plakátnak, ez most az én magánvéleményem, soha olyan fantasztikus korszaka nem volt, mint a század, tehát a magyar plakát születése utáni 20-as, 30-as években hihetetlen plakátok születtek, grafikailag is, és mondani valójában is, és hát a humoros plakátokról már nem is beszélve, mert mondjuk, hogyha ezt biztos mindenki ismeri, a Mondja marha, miért oly bús, olcsóbb a hal, mint a hús című plakátot. Tehát nyilvánvalóan az nem csak grafikailag egy isteni, hogy ottan zokognak a marhák, és a hal meg rendkívüli módon kihúzza magát, de hát a szöveg is milyen isteni, és hát én ugyan nem tudom ezt pontosan, de azt mondják, hogy magyar írók, nem akárkik, mondjuk Kalinti is szlogenekkel keresett egy kis mellékest. Tibor, akartál valamit ehhez hozzá? Csak nagyon két rövid megjegyzés. Az egyik, hogy amit ugye ennek a kiállításnak az értelmezésén sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy megváltozott az info. Tehát, hogy ugye a mai korból visszatekintve ezek olyan arhaikusnak tűnő dolgok, mert az információszerzés, a kommunikáció rendje gyökeresen megváltozott. De akkor ezek nagyon fontosak voltak, és amit József is említett, a 20-as, 30-as években a vizuális kommunikációnak az egyik legfontosabb információ közlő eszköze volt. Mert a filmhíradókba bebekerült valami, az 50-es években aztán még kevésbé, különösen kereskedelmi reklám típusú dolgok, viszont az utcára ezeket ki lehetett tenni, és a hirdető oszlopokon, amiknek ugye most a pesti sorsa az elég kétséges manapság, ott ezek virítottak, és ott voltak nagyban. És a másik, ami még ennek kapcsán talán fontos, hogy
ezek között, a plakátok között, amik itt a kiállításban szerepelnek, de az igazán igényes alkotók között, az a bizonyos szociál, ami egyfajta ízlésterror volt 48-49 után, az nem nagyon hódított teret. Ezekben nem lehet ilyesmit találni, ezt a fajta központilag, államilag elért, közérthető, az egyszerű munkás ember által is megérthetőnek tartott, vagy a számára is könnyen befogadhatónak tartott vizuális alkotások. Szóval ezek bonyolultabb alkotások ennél. És az utolsó egy mondatos megjegyzés, gyönyörűségesen mutatja ez a példa is a fotós, aki művészi fotót készít, vagy szociófotót, meg reklámfotót, azt a fajta életstratégiát, ami nyilván megvolt a kiállításon szereplő művészeknél, és hogy csinálunk olyat, ami művészeti értékű, és csinálunk olyat, ami alkalmazott, tehát a többes jövedelemszerzésnek ez az össznépi stratégia, ami Magyarországon most már lassan 60-70-80 éve általános, az ezen a téren is működött. Ez ahhoz is jó végszó, amit Katalintól szeretnék akkor mindenképpen megkérdezni, hogy tényleg, ahogy Jóska is mondta, hogy a plakát vagy a reklámfotó az nem művészi fotó. Tehát a plakát az ugye tényleg egyfajta alkalmazott grafika. Mégis itt van a Magyar Nemzeti Galériában egy fantasztikus gyűjtemény, és ahogy mondta, hogy ez egyre bővül, és egyre többen adják a hagyatékot a művészek leszármazottai. De például a Macskási hagyaték, azt tudom, hogy az korábban a filmarchívumban volt, és aztán átkerült ide a galériába. Tehát ez azt jelenti, hogy mégiscsak valahogy a magas művészethez tartozik ez a plakát is, legalábbis a maguk gyűjtőköre szempontjából. Hát nagyon sokat változott egyébként a művészettörténet, és belépett ugye a sorba a vizuális kultúra kutatás, és ezek párbeszédben vannak egymással. Ugye a plakátnak mindig ugye ugyanaz a kifejezési nyelve, mint a rajzművészetnek, vagy a festészetnek, tehát egymástól lopnak, csennek, van, amikor éppen a képzőművészet merít, lásd a pop art, a populáris kultúrából, ugye a reklámnak a világából. Tehát elmosódnak ezek a határok. Tehát hova teszünk mondjuk egy gyönyörű litografát, vaszari plakátot, vagy épp a kövesű gyűjteménynek az anyagát nézegettem. Ugye egy csodálatos pasztellel készült reklámplakát terve. Ugye, hát szóval teljesen egyenértékű esztetikai élményt ad a művész festészetével. De azt hiszem, hogy nem is érdemes ezzel foglalkozni. Tehát nem a kategorizálás a lényeg, hanem ezeknek az alkotásoknak az elemzése, esztétikai és egyéb módon. Az más kérdés, hogy tényleg egy különlegesség, hogy a Nemzeti Galériában művészeti gyűjtemény keretében van a grafikai dizájn, ami egyébként ugye nagy nemzeti könyvtárak, vagy éppen a művészeti múzeumok gyűjteményében szokott lenni. Mint ahogy egyébként a Széchenyi könyvtárnak is van, például a kis nyomtatványtára és plakáttára is. Tehát számban az a legnagyobb Magyarországon, ugye a köteles példányokból. De hát nagyon jó, ugye ezt már többször elmondtam, de talán nem baj, ha itt is megismétlem, hogy épp ez a jó, ugye, hogy különböző gyűjteményekben jelen van a plakát, mindenhol más profillal. Tehát a Nemzeti Múzeumban ugye a politikatörténet szempontjából gyűjtenek, a Kisceli Múzeumban, a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban, a várostörténeti szempontból, Országos Széchenyi könyvtár pedig ugye teljes ország területéről gyűjt minden nyomtatványt elvileg. Az más kérdés, hogyha összevetnénk, akkor lehet, hogy a kisebb gyűjteményekben megvannak olyasmik, amik ott nincsenek. De a nem baj, a lényeg a kommunikáció a gyűjtemények között és az együttműködés. Ebben az anyagban itt most csak a galériában lévő, tehát ebben a kiállításban csak a galériában lévő anyagban van, vagy máshonnan is kértek kölcsön? Igen. Tehát itt ugye épp ez volt a lényeg, hogy a mi gyűjteményünkbe frissen bekerült tárgyakból állítsuk össze az anyagot. Tehát igen. És hát ugye arról is szó volt, hogy még egy nagyon fontos összefoglaló hívószava van ennek a kiállításnak, és ez a humor. Az mennyire jellemző a magyar plakátra a humor? Ugye József is mondta, hogy ez egy erős vonulata a magyar plakátnak. Mennyire jellemző maga, aki ismeri a teljes magyar... Ugye mondjál akkor... Nem csak, te is, mindjárt csak, mert azt akartam kérdezni Katalinnak, aki maga ebben foglalkozik most már nagyon régóta a magyar plakát történetével, mennyire jellemző az, hogy ebben valami sajátos, egyéni magyar humor van?
Azon még nem gondolkoztam, hogy ez annyira kivételes, de minden esetre Magyarországon nagyon erős vonulatot alkotnak a kifejezetten humoros jellegű plakátok. Tehát ugye a 19. század, 20. század fordulójától már jeles művészek kifejezetten erre építenek, tényleg itt Faragó Gézától kezdve, Pólya Tiboron át, Bérdezső. Tehát nagyon sok olyan plakát művész van, aki karikaturista is egyúttal, és a kettő összefonódik és hat egymásra. De mondjuk például Bíró Mihálynál, ugye, akit elsősorban politikai plakátjairól ismerünk, holott szellemes, dekoratív, szecessziós plakátjai vannak, azok a kereskedelmi plakátjai majdnem mind kifejezetten humorra építenek, sőt, meg a politikai plakátja. És a Gunda kiállításban is egy csomó nagyon igen. szellemes plakát volt. Jóska, igen. ösztönösen nyúltál, amikor mondtam, hogy a humoros plakát, mert a te plakátjaidnak a nagy része az mindenre épül. Az igazság az, hogy ez egy alkati dolog, hogy én ilyeneket ki tudok találni. Tehát aztán ugye ezzel mennyire van igény, az egy másik kérdés. Én azt tapasztaltam, hogy, és most egészen máshonnan hozok példát, amikor van a tematikus fotókiállítások, és nem plakátról beszélek, hát én általában valami poénos képet szoktam beadni, azzal mindig foglalkoznak. Szóval mi egy búvalbélelt népség vagyunk, viszont érdekes módon ugyanakkor meg nagyon vevők vagyunk, ha valami humor előjön. Ez mindig egy nagy ellentmondásnak érzem én a mi életünkben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha van ilyen, akkor jól fogadják, pláne hogyha tényleg szellemes. Tehát el kell mondjak egy, ez most egy ilyen önmutogatás lesz, tehát ha már meglettem név szerint szorítva, akkor kénytelen vagyok elmondani. Ezért hívtunk. Hogy hát 85-ben készítettem a Videoton, annak rengeteg plakátot készítettem, és jött a karácsony, és úgy gondoltam, vagy az új év, hogy meglepem a propaganda osztályt egy Videoton plakáttal, mi a következőképpen nézett ki. Én hálósipkában fekszem egy rézágyban, kezemben egy távirányító, tehát nincs rajta televízió, és a címe az, hogy élmény az ágyban. Na most ezt a képet, ezt nem fogják önök elhinni, magyarok, tehát magyar cégek, olasz kommunista pártnak az egyik protezsát nyomdájával, Modenában nyomadtak plakátokat, fantasztikus minőségben, jött a Giorgio, aki begyűjtötte a munkákat, és meglátta nálam ezt a kis képecskét. És azt mondta, Józsi, kinyomni. Jó. Elvitte és kinyomta 500 példányba. És hát gyakorlatilag ez egy nem megrendelt plakát volt, hanem csak egy játék, illetve egy ajándék. De aztán nagyon sok helyen megjelent. Hát persze. Na most ezek után én ezt balhéból beadtam, az év legjobb plakátja volt minden évben itt a galériában, és a kereskedelmi kategóriában, ugye az első díjat, de mint a közönség díjat is megkaptam, egy ilyen szép ember, pláne egy ilyen kétértelmű szövege, ez számtalan cikk jelent meg értelmezve ennek az élmény az ágynak, az ágyban való valódi értelmét, és az igazgató meglátja a televízióban, hogy ők nyertek ezen a kiállításon, amit nem is látta a plakátot, de más se látta. Úgyhogy gyakorlatilag most a humor hatása, és attól kezdve aztán, hogy mondod, hát elképesztő mennyiségben nyomták, és osztogatták, és nem a legnagyobb poén, hogy a Magyar Honvédség 500 példányt rendelt, amit sose tudtunk meg, hogy miért. Ezzel nyugtatták. Én viszont szeretnék egy kicsit visszatérni a reklámfotóra. Hát egyrészt, hogy mondjuk a Pécsi József nevét említjük, akkor azért el lehet róla mondani, hogy ugyancsak határos a művészi fotóval. Tehát ugye nem egy megvetendő dolog volt a Pécsi József féle kereskedelmi plakát, és ő is készített prospektusokat, illetve a felesége segítségével, aki Bortik Sándor növendéke volt, tehát ő készítette Pécsi Józsefné a plakátoknak, vagy prospektusoknak ugye a reklám feliratait. Tehát ilyen módon ők ugyanúgy készítettek grafikát is, vagy fotót transportálták
nyomtatványa, tehát azért van múltja a magyar reklámfotónak. És a másik dolog, hogy valóban Lengel Klára és mások, akik vagyok szociófotó vagy sajtófotó területén voltak, rendkívül finom, gyönyörű reklámfotókat készítettek, tehát abszolút érvényesül bennük ugye a konstruktivizmus által bevezetett ugye új fotográfia, anyagszerűsége, érzékenysége, szemléletmódja, tehát azért hihetetlen színvonalat képviselnek Lengel Klára fotói az összes 50-es évekbeli magyar prospektusban. Tehát volt mire rácsatlakozni, és amire szeretnék rákérdezni, hogy ugye nem csak plakátot készített József, hanem hát egy ugye 60-tól kezdve már reklámfotót, tehát prospektusokra, naptárakra. Hogy nézett ki ez a munka akkor? Kiknek dolgozott? Hát a zsebnaptár az egy külön műfaj volt, hogy a kártyanaptár az iskolába cserélgettük Katalin, össze-vissza. Bocsáss meg, a Katalin, természetesen abszolút egyetértek azzal, hogy a Pécsi József, tulajdonképpen a Pécsi József az első, aki nyugodtan mondhatom, hogy világszínvonalú reklámfotókat készített. Azért nem említettem, mert itt a humorról van szó. Na most a Pécsi Józsefnek nincsenek humoros képei, viszont nagyon jó kép, nagyon jó reklámfotói vannak. Ő, ahogy ma ezt mondják, ez a szó akkor nem volt divat, ő egy abszolút kreatív ember volt. Tehát ma ez a szó, nem olyan régen ismerjük ezt a szó, ezt a kifejezést, hogy kreatívok, hogy ma mondják. Kérdeztem egy gyerektől, mivel foglalkozol napokban, azt mondja, kreatív vagyok, mondja. Na most akkor valamilyen reklám valahol kreatív. De hát most már mindenki kreatív, úgyhogy ezen aztán egy percig nem csodálkozom, de amit Katalin kérdezett, hogy ne kalandozzak nagyon el. Tehát valójában nagyon sokféle műfaj testesít meg ez a reklámfényképezés. Tudnék, és ahogy itt már említve lettek a Magyarországon, igazából a 60-es évektől kezdve a külkereskedő vállalatok produkálták a legérdekesebb reklámokat külföld felé. Tehát gyakorlatilag tudnék, a nyugat nem vette tudomásul, hogy itt mi a szocializmust építjük, ezért aztán mi sem, tehát ezt nyugodtan elmondhatom, bármilyen hihetetlennek is tűnik, hogy soha nem voltak politikai problémák, vagy beleszóltak volna. Tehát én nem tudok visszaemlékezni olyan, hogy valamit visszautasítottak volna mondani valójá miatt, tehát hogy mit tudom én, valamit belemagyaráztak volna. De én a saját praxisomban pedig dolgoztam, vagy 50 évig, én ilyennel nem találkoztam. Na most valójában a prospektusok, ez egy nagyon lényeges dolog volt, hogy a Tanimpesz minden évben kiadott egy magazint, az ő különböző termékeiről. Akkor az Electroimpex is, az Artex is, a Hungarotex, nem akarom sorolni. Tehát ezek a cégek, kezdve a kártyanaptáraktól, ami óriási divat volt. Szóval a kártyanaptár az mindennek a tete, azt cserélgették, tehát amit 5 ilyené lehetett 3 olyat kapni, szóval a gyerekek különösen, ez egy egészen fantasztikus kártyanaptár, vagy tárcanaptár különbözőképpen hívtak, ezt mindenki csinálhatott. Na most itt voltak a fali naptárak. Na most a fali naptár az egy nagyon érdekes műfaj, mert azokban belül is, tehát mondjuk 12 lap reklámfotó, nem volt egy egyszerű dolog ezt bizonyos színvonalon megcsinálni, de hát igyekezett az ember, és ezeket is főleg külkervállalatok rendelték. Tehát tulajdonképpen a 60-as, 70-es évek között a külker cégek adták a legjobb lehetőségeket a fotográfusok részére. És ezen belül a szórólapok, a prospektusok, a kártyanaptárak, és hát fali naptárak. Hát tudom, hogy szörnyű dicsekvésnek tűnik, de olyan 500 fölött ajándékoztam fali naptárakat, éppen nem olyan régen a kereskedelmi múzeumnak. De hát a kis nyomtatványtárban is nekem rengeteg dolgot, mert nem teszem be a hölgynek a neve, aki annak idején egy 15 éve ő ott a vezető volt, és akkor én nagyon sok minden hoztam neki. Tehát tudom, kisnyomtatvány, az egy nagyon jó, ez egy baromi jó hely a múzeumon belül ez a kisnyomtatvány. Tűnik például írtó érdekes, hogy és most ezzel nem akarok nagyon eltérni, mert már az előbb ugye fellettem szólítva, hogy ne beszéljek annyit. Úgyhogy mondtam, hogy majd én közbeszólok, addig nyugodtan beszélj. Például hát én leesett az állam, hogy itt például ilyen partecédulákat is gyűjtenek. Hihetetlen, fantasztikus, szinten megcsinált halotti
levelek vannak. Szóval fantasztikus, mindenkinek a figyelmébe ajánlom ezt a múzeum kis nyomtatványtárát, mert fantasztikus gyűjtemény. Katalin, az látszik, hogy amikor, ahogy a József is mondta, hogy ugye egyszer csak elkezd a fotó egyre inkább teret hódítani, hogy akkor ezek a nagy öregek, mint a Kasovic, meg a Káldor, tehát hogy akkor ők valahogy visszaszorulnak, mert egyszer csak a fotó olyan dömpingbe jön, hogy az ő grafikai megvalósításukat kiszorítja. Hát ugye az ő pályájuk azért lezárult, és akkor már a fotóáttörése előtt, tehát nem volt ilyen értelemben ütközés. De hogy mondjuk a grafikusoknak egyáltalán látszik-e, hogy a grafikusoknak ez a fajta plakát készítése, ez háttérbe szorul mondjuk a 60-as, 70-es években? Hát a 60-as, 70-es évek az abszolút a grafikai plakátok tervezésének a virágkora. A fotó szerepet játszik benne egyébként, de elsősorban fotomontázs formájában. Fotomontázs formájában, tipográfia, fotomontázs, tehát, és hát ugye rengeteg minden átszűrődik a kortárs képzőművészetből. És ugye a fotóhasználat jellemző a 60-as évek több képzőművészeti irányzatára is, tehát oda-vissza megy ez a játék. És ez az az időszak, amikor tényleg lehet így mondani, hogy a legközelebb áll kvázi a magas művészetekhez a plakátművészet, tehát hasonló nyelvi lelemények, képi nyelvi lelemények jellemzik, mint akár a grafikát, képgrafikát, akár a festészetet. Tibor, volt itt egy fél mondat erről, hogy a társadalomnak a változásai hogyan látszanak meg a plakáton, és neked volt arról egy fél mondatot, hogy ez talán visszafele is működik? Tehát, hogyha az ember egy humoros plakátot lát, akkor jobb a társadalom? Jobban érzi benne magát az ember? Tehát látszik az, hogy van ennek visszahatása is, hogy a plakát is visszahat a társadalomra? Biztos, persze, ha, tehát most önmagában egy plakát nem fogja a társadalmi magatartás formákat átalakítani, de a társadalmi magatartás formáknak a változását elősegítik a plakátot. Itt, amit József mondott az előbb, ugye a Élmény az ágyban című plakát, az 80-as évek vége, 80 közepe, az akkor már belefért. De 25 évvel korábban valószínűleg egy ilyen típusú aláírás nem jelenthetett volna meg. Nagyon fékezett habzású erotikus utalásokat lehet találni például itt a teremben levő kiállításon, és az egyik talán, ami a legmerészebbek közé tartott, és nem a politika vagy miatt elsősorban, hanem a korszellem és a közvélekedés miatt, az egy nájlonharisnyás láb, nagyon szépen, szép, hosszú combú hölgyet ábrázol, nagyon jól mutat rajta a harisnya is, esztétikus, stb. A másik, ami egy lottó plakát, az is érdekes, annak is van egy pici erotikus tartalma, amikor hogy belebeszélnénk, egy sok szoknyás hölgy behajol a lottó árusnak, egy sok szoknyás viseletben levő parasztasz, és hát ott kivillan van nagyjából a térde fölött hátulról egy picit a combja. És ez két dolog igazából, vagy két apró dolog, de mutatja például azt, hogy a szexualitás az miként jelenhetett meg a korabeli köznyilvánosságban Magyarországon. Az 50-es években még nem, hát mindenki ismeri, biztos most adták az évelején újra a Tanú című filmet, Bacsó Péternek a remekbe szabott alkotását, hogy amikor virágelvtárs, az betipeg az asszisztens, és kivillan a térde, és ugye feddésben részesül, hogy ennyi, hagyjuk elvtársnő. Igen, gogolák elvtársnő, hogy hagyjuk a szexet a hanyatló nyugat ópiumának, stb. Ehhez képest mondjuk ez a 60-as évek végi a film, valamikor, most nem majd biztos a Katalin József kiigazít, de valamikor az egyik ilyen nagy áttörés a női test és a nem teljesen ruhával fedett női test plakátszerű alkalmazása, az egyik legismertebb, azt hiszem a Fabulon reklám. Fenyő Jánosnak a reklámja, valamikor a 80-as évek elejéről talán. És ezek tágították a közel, vagy hát bizonyos értelemben ugye a pornográfia, tiltott volt a pornográfia Magyarországon, egy kivétel volt, ahol ez megjelenhetett pornográfnak is tekintető fotó, nem pornográf, inkább erotikus fotó szerintem, ez a minden évben az Újságíró Szövetség megszervezte az Újságíró Bált, és kiadták a Tollas Bál című magazint,
egy órán belül nem lehetett kapni, mert ez volt az egyetlen legális beszerzési forrás az erotikus tartalmú képeknek. Vagy hát abszurditás, és ez megint a nyilvánosság szerkezet, és gyorsan be is fejezem, egy nagyon érdekes dolog, hogy hol jelentek meg ilyen típusú képek viszonylag rendszeresen, egy-kettő a Magyar Ifjúságban, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség heti lapjának az oldalán, persze csak nyugati színésznőkről közöltek, mint tudom, filmesztelen képet, stb., vagy bikiniben, vagy monokiniben, stb. Tehát, hogy ezek a nyilvánosság változását, a közgondolkodás és az értékek változását mutatják, és a hozzáállás, a társadalmi hozzáállás változását, hogy mi az, amit eltűrtek, és mondom, nem politikai okok voltak ekkor már elsősorban, hanem a társadalmi magatartás változás volt a háttérben, és a közvélekedés változás. Érdekes módon még egy ilyen hely volt, ahol ez megjelenedett. A tévében a Parabolának a Superbola című szilveszteri kiadása, ahol lehetett még mesztelen nőt látni. Hogy mondjak erről valamit, jó? Ebben a bizonyos Superbolában kaptam egy hívást, hogy egy műteremben el kell menjek, és ott hölgyeket kell fényképezzek. És Déri János, kiváló riporter, bementem, három nőt félmesztelenre vetköztettek, és én, aki életemben akfotókat nem csináltam, mondták, hogy ja, nekem smokingba kellett öltözzek. És megvan a film egyébként, tehát ez nem egy csak mese. És a következő történt, három nagyon helyes nő félpucéron, mondták, hogy csináljuk képeket. És hát akkor ez volt, ez egy műsor volt, hogy ott szilveszterkor élő adás, három félpucér nőt, egy ilyen szép fiú ott fotografál. És ezek után azt mondja a Déri, hogy megfordíthatjuk a dolgot. Mondom, és milyen formában? Hát, hogy most akkor a művész úr levetkőzne, és a hölgyek fényképeznék. Mondtam, hogy ennek van ezért egy akadálya, mert a Playboynak van egy Oldboy nevezetű melléklete, és oda nekem egy 10 éves szerződésem van, természetesen nem volt igaz, hát a Déri majdnem elájult. Tudjuk, bevette. Simán bevette. És de mondom, hát azért úgy gondolom, hogy ha ezt valami nagyon finoman oldják meg a hölgyek, és a félpucét testemben a nyakkendőt, itt hagyhatom a csokornyakkendőt, akkor igen, és akkor én levetkőztem. Tehát gyakorlatilag, ez csak azért mesélem, hogy most ez egy műsor volt, hát tiszta röhely, hogy azért, ez egészet azért csinálták, hogy ez a kedves magyar nép három félpucét nőt láthasson. Ez volt az egésznek a mondani valója. De ez volt meg a Jancsó filmek, igen. Katalin, persze parancsoljon. Csak egy picit a szolid szocialista szexről azért, hogy valóban ugye borzasztó. De egyébként is az egész magyar plakáttörténetet, ha megnézzük, akkor ilyen tekintetben borzasztó szemérmes volt. Tehát ahhoz képest, hogy milyen kabarétréfák és dalok hangzottak el egyébként nyilvánosan, bár ott is sokszor világnyelven, de azért eléggé belemenős. Azok eléggé egyértelműek voltak. Tehát nagyon érdez a kettősség. És az ugyanazokról a kabarékról készült plakátok azért eléggé szordinósak voltak. De, és hát nagyon érdekes ilyen szempontból, hogy visszatérve a 45 utáni periódusra, hogy mi az az idő, amikor mégiscsak ilyen magyar pin-up girl-ök is azért föltűnnek, ugye fürdőruhába, többségében, ugye, mit tudom én, lottó plakátokon. Tehát azért, meg hát a fürdőruha reklám azért bejön, strandtáska, szóval azért bejönnek nagyon szép, finom női vonalak, vagy cipőreklámok, ugye 60-as évek elején, gyönyörű karcsú női lábakkal. Tehát azért valahol bejön, de hát mindig visszafogott, igen, valóban. Azért van egy érdekes vonulat, a plakátnaptárok, ez egy külön műfaj. Most a plakátnaptárakban valami csoda folyt, addig, ahogy az Katalin mondja, addig az erotika az nem nagyon, nagyon finoman jelenik meg, és egyszer csak színre lép Bíró Ica. És Bíró Ica első ilyen erotikus valamilyen egy. Valamilyen, ez egy vizes valami van rajta, tehát magyarul jól átlátszanak a mellei. Na most ez egy olyan lökést adott, mert erre volt egy, mint ahogy szokták mondani a bíróságban, egy precedens értékű valami, és ettől kezdve hajszik, hanem
cégek sorba rendelték, teljesen függetlenül a cégeknek az áruitól, vagy a forgalmazó dolgaitól, plakátnaptár legyen rajta egy valami hasonló. Tehát egyszerűen sorba jöttek ezek ki, hát a bíró icáról, hát én nem is tudom megszámolni, mondjuk mennyi plakát született, tehát aztán persze jöttek később más hölgyek is, és egyszerűen lár pur lár, mert szilveszter, vagy új évkor egy plakát naptárat ki lehetett ilyet adni. Az, hogy az egész évben ott lógott a falon, az már nem volt érdekes, de ez alibi, mint ahogy a parabóla, meg ezek alibi. A szilveszter volt, szuperbóla, ez is alibi volt arra, hogy ilyen plakát naptárakat, plakátokat nem, plakát naptárakat, amiben volt egy 12 hónapos. Hát ez csak... nem is volt érdekes igazából. A nő, mert ezt aztán osztogatták, és akkor különböző ezekben, öltözőkben, meg tudom én. Vasöltöző szekrényeknek a belső oldal. Ezeket ottan bámulta a férfi népség. Nők meg mérgelődtek. Katalin, amikor októberben beszéltünk itt legutóbb, még a Gunda kiállítás végén, akkor én megkérdeztem, hogy hogyan tovább, akkor már mondta ezt a kiállítást, hogy ez fog készülni. Úgyhogy most megint ezt kérdezem, hogyan tovább? Látja-e már, hogy a plakáttárnak az anyagából milyen kiállítás lesz a következő itt a galériában? Hát egyelőre még csak egy álom van, és azt nem én fogom megvalósítani. Na most a másik dolog, hogy sajnos ugye nem tudja a grafikai osztály teljesen folyamatosan igénybe venni a grafikai kabinetet, mert most éppen egy egészen más kiállításnak egy kísérő kiállítás része lesz a teremben, aztán valószínű egy rajzművész, a rajzgyűjteményhez kapcsolódó kiállítás lesz, de utána én nagyon remélem megint bejön, és egy nagyon-nagyon izgalmas, tulajdonképpen ugyanezt a sort folytató, szintén új szerzeményhez, amit kollégáim épp nemrég vettek birtokba, ehhez kapcsolódva talán lesz egy... Akkor majd megint beszélgetünk. Én egy dolgot hadd mondjak még, aki talán itt volt ezen az októberi beszélgetésen is, ott én a végén elmondtam, hogy a plakát az ma egyre nagyobb divat a műkereskedelemben is, és ugye mi október, ha jól emlékszem, akkor 4-én beszélgettünk, nem tudom, de október 13-án volt a BÁV-nak az első plakátárverése Magyarországon, és én akkor arra fölhívtam a figyelmet, most el tudom mondani az eredményeket, amit akkor még nem tudtunk. Nagyjából 5 és 25 ezer forint között keltek el átlagosan azok a plakátok, amiket a BÁV-nál árvereztek. Kivéve a Peter Strausfeldnek, egy angol grafikusnak, a Jancsó Miklós Szegény Legények című filmjéhez készített plakátja, tehát ez egy angol plakát, aminek 160 ezer forint volt a leütési ára, és hogy megint mondjak előre egy kicsit, és amikor majd legközelebb a maga kiállításán beszélgetünk, majd akkor elmondom az eredményeket. Január végén a Christie's tart egy plakátárverést, ahol 197 20. század elejei plakátot árvereznek, és a legmagasabbnak a becsértéke az 25 ezer angol font. Ez körülbelül 100 millió forint. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. További jó szórakozást kívánunk. A kiállítást, mondom, itt pontosan velünk átellenben tudják megtekinteni, és nagyon jó szórakozást még az este 10 óráig tartó programokhoz. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, itt voltatok. Köszönjük.